Tisztelt elnök, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Létközi Múzeumban, a múzeum évadnyitó kiállításán. Az idén sokkal kegyesebbek voltak hozzánk az égiek, a földiekről most inkább nem beszélnék. A Kárpátok tavaszáról, magáról, a rendezvényről, illetve a, hogy miért triennálé és miért tettünk egy kettest a meghívóra. Az első kisvárdai képzőművészeti műhely elnöke Csorba István Kardosa fog itt a megnyitó során Önöknek beszélni. Én annyit mondanék el, hogy tulajdonképpen hány és 24 művész áll itt ki, 24 grafikus művész. A tavaszi tárlaton tulajdonképpen a kisvárdai és a kisvárda környéki képzőművészek szoktak bemutatkozni, és azon a tárlaton mi mindig önmagunkat nézzük. Saját arcunkon nézzük a sors színe változását. Ezen a második rendezvényen, a második tavaszi tárlatunkon, ami a Kárpátok tavasza címen nevet viseli, tulajdonképpen másoknak az arcát is meg szeretnénk tekinteni. Egy kicsit tágítottuk a kört, kiléptünk Kisvárdából, kiléptünk Kisvárdai környékéből, és meghívtuk körünkre a tulajdonképpen hármas határok által elválasztott képzőművészeket, akikkel viszont úgy érezzük, hogy mégis sors közösségben élünk. Székvárosi öreg templom, sokféleség harmóniája. Kárpátok tavasza második kiállítása nemzetközi triennálé. Nincs a világnak pereme, és nincs a világnak olyan vége, ahol a lábunkat a semmiben lógathatnánk, mert ahol egyetlen egy alkotó ember is csodára készül, szerszámot vesz a kezébe, ott a világ közepe. Isten háta mögé sem bújhatunk, mert a teremtés kínjait éppen azért osztotta meg velünk, hogy az embernek a beteljesülés máborából is jusson valami. Művésztelepe példa arra, hogy magyar, román, szlovák, ruszin, lengyel, orosz, német, de még egy magányos spanyol is jelentős életművet, a korszakra ható műhelymunka példáját és egészében egy monumentális művészi teljesítményt hagyhat az utókorra. Az első lépés az, hogy az első évben megrendeztük a festészekről, a festőknek a kiállítását. Utána ebben az évben megrendeztük a grafikus művészek kiállítását. Jövőre pedig a terveink szerint az iparművész, illetve kisplasztikai kiállítást fogjuk megcsinálni. Na, most meg fogom az Vegyes, színes.